where the viaduct looms like. Ez jó lesz, mit gondolsz? Hát azt hiszem még egy kicsit tovább. Hát, hányas volt? 11, azt hiszem. 11. Az öreg azt hiszi, hogy a kedvenc száma. Azt hiszem, hogy 11. Azt 11. Legyen ez, szerintem ez a 11-es. Egy ilyen üveget kéne találni. Valamelyik kis szőlőtőkének a sarkában. Üveget? Aha. Gondolom Valentine's-os végül is. Igen. Hát, az is jó. Azt, nézd már, mi van. Azt a kurva. Mi lehet? Ezt nézd, mit találtam. Azt. Meg tudod lépni? Kérj. Belem tudod. Ezt az apánk hagyta ránk? Ez itt a recept, nézd. Ott vannak a hozzávalók. Nem, semmi, ez... És ez... Sőt, még egy pince is van. Főzővel, mindennel. Hát ez... Alapanyagok. El sem hiszem. Ez hihetetlen. Ez a vén fasz. Szerintem nézzük meg a pincét, mit hozzász. Nem, nem, nem. Hát, te ott hol van? Hát, biztos nővel. Jó rend. Sziasztok! Anna, sziasztok. Atyám. Hol van a férje már meg? Hát, szerintem valami szerintem nem. Rendben. Ezt kóstolja meg, kedves atyám. Fú, ez valami borzasztó lett, ebből valami nagyon hiányzik. Borzasztó? Hát lehet, hogy Boti tudja a receptet. Szerintem is. Meg kéne keresni Botit, nem? Igen, ez jó ötlet. Keressük meg gyermekeim. Te vagy az? Állj már meg egy picit. Hol voltál tegnap? Hát volt egy kis fontos dolgom. Aha, fontos dolgod. Mm-hmm. Már megint. Hát mint mindig, tudod milyen. Aha. Fú, hát tegnap eléggé rosszul sikerültek a dolgok. Nagyon rossz receptet adtál oda Bandinak, szóval... Igen. Te? Mi volt vele a baj? Nem volt jó. Undorító volt. Undorító? Konkrétan undorító. Aha, ja. Igen, az öreg megint átbaszott minket. De miért kell mindig az öregre fogni? Hát mivel tőle van a recept, a logikus. Aha, egy picit máskor figyelj oda, jó? Agyat. Sziasztok! Mit szeretnénk kérni 2 darab 3 centes vodka narancsot. Rendben, adjuk is. És akkor majd a végén szeretnénk fizetni. Nem, majd hazajövök a többihez. Köszönjük szépen! Viszlát! Sziasztok! Halló! Azok nem a híres történetek. Néha napjára nézünk ide is. Mit adhatunk? Én szeretnék kérni egy üveg meggyesattat. Én egy korsósat. Köszönöm. Mi újság veletek most? Semmi különös. Mennek itt a... Hello! Sziasztok! Szia! Szia, Zsuzsi! Örülök, hogy látlak! Szia, Zsuzsi! Szeretnék kérni egy viszkit. Ismerjük egymást! Olyan ismerős vagyok, neked is. Valahol találkozunk. Zsuzsi, itt a sörök. Szóval Zsuzsi. Hallottam a hírt. Szényleg szörnyű. Nézd szépen. Nem akarok beleszólni, de is fizetni tudom. Ja, amúgy. Hát. Úgy élik. Igen, bárhogy. Írjátok fel, írjátok fel. Hát ez már sokszor hallottam. Hát szia, barátnőm! Sziasztok! Hello! Hogy vagy erre? Ó, csak erre jártam éppen. Elnéztem már arra, hogy mi van felétek. Minden jól megy? Megy az iszogatás? Na, jól van akkor. Életem, te is itt vagy? Na, én nem is köszönsz, Istenem, még ilyet. Na, jól van. Minden jól ment? Eddig minden, de...
Mindegy, hagyjuk is. Inkább... Eddig minden? Még komolyan, te beszélsz így velem, ahelyett, hogy ott volt a titkos recept és képtelen voltál megfordítani, ott volt a hátulján a térkép. Nyugi kicsi, inkább vigyál valamit. Nem iszok, ezt most befejezed és eltakarod címmel. Szerintem is inkább menjünk, keressük meg valamit. Szerintem így jut tovább. Azért. Kortyanként 500 lesz. Boti. Ja, csak a szokásos. Szerelmem, életem, merre vagy? Szerelmem, életem. Hát ez itt van, ezt nem hiszem el, hogy már vagy én. Szerelmem, kelj már fel, kelj már fel. Kelj már fel, mit bámészkodsz, Istenem. Figyelj már, most ez a Zsuzsival, ez komoly volt? Te ezt átgondoltad? Mi? Átgondoltad ezt a Zsuzsisat? Hát nem segítség vagy normális, hát komolyan. Mi ez komoly? Hogy néz ki? Legalább valami normálisat találtál volna. Szőrös lábú, kigyúrt, undorító, onnan ágról szakasztott, hát kis fattyúk, ez most komoly? Hát de így is van egy ilyen kis szint különbség. Szint különbség, eszednél vagy? Ha nem rajtad volna ez az egész céges dolog, én már rég vattam volna a vállópert. Nem, hogy örülnél, hogy egy ilyen nő áll melletted, egy ilyen fattyúval kezdesz? Hurrá! Hurrá, na jól van, ezt majd még átbeszéljük. Ja. Szia, Bárki! Ilyen jóra sikerült a tegnap este? Hú, hagyjuk! Hallom, asszony is kapott tőle. Hú, kaptam rendesen. Mesélted, hogy van valami ötleted? Ötlet. Mint a Flyról beszéltél volna. Ja, valami. igen, van ez a tudós ember itt a városba, van egy Fly. Aztán őt kéne felkeresni. Hogy megcsinálja a fiánkat? Igen, recepttel kapcsolatban. Hát, róla eddig csak jókat hallottam igazából, szóval szerintem meg tudná csinálni egészen jól. Akkor mire várunk? Jól van, akkor megkeresem. Úgy hallottam, hogy a fizika laborban leginkább elérhető. Fizika labor? Hát, másodállásban, mint a tanár is lenne, de hát erről nem tudok. Az igen. Csak úgy mondták, hogy őt a fizika laborba keresjük. Akkor összeszedem magamat, aztán... Jól van, lassan, akkor indulhatunk is. Jó. Jól van, hallgatunk. Szóval... Itt van a recept ebben az épületben, és én úgy látom. Igen. Aztán bemegyünk, mert nézzünk. Nagyjából itt a közepén, igen. Jól van. Hát remélem megtaláljuk, mert enélkül a összetevő nélkül eléggé hernyő íze van ennek a utának. Hugi, nem lesz. Mi? Üres. Hát ez nekem nem tetszik, bocsánat. Én PI-ért jöttem, nem. Nem úgy volt, hogy pont nem jó? Más is nincs csak. Mit kezdjünk ezzel? Hát ez... Azt hittem elég rejtmény lesz a térképbe. Egy fűszál. Meg kettő darab szög. Fűszög. Szegfűszeg. Vajon erre gondolt a gyakor? Lehet, hogy ez lenne a típus összetörő. Majd keresünk valakit, aki ezt kipróbálja. Megpróbálja nekünk összerakni az alapjának. Utált. A fogd a cuccot, azt mondjuk. Erre. Igen? Szép jó napot!
Borzasztó lett ma. Micsoda? Borzasztó, de hát már benne van a titkos ja. Összetevő is. Hát ez nem lehet igaz. Csak vicceltem, olyan akár Isten dél. Hát, hála az igen. Igen. Jó. Na, most már kész van, minden árusíthatjuk. Végre meglett, végre kész minden, úgyhogy most már végre boldogok lehetünk, rendes fiat, kihatunk, hál' Istennek. Még itt vagy a háttérben is a zene nekünk. Igen, szerencsére. Rájátok még egy ilyen tartalom. Köszönöm. Jó, várjál neked is. De igazából megvan minden, fia, akkor kocsicsó. Egészség. Azért, mert meglett a fia, az titkos összetevő. Egészség. Ha kellett most már ez. Ezek után a nehéz napok után. Hú, már jó vasár. Igen, pontosan. Halljátok, hogy nincs zene? Jó, tényleg. Figyeljenek erősen, nem mondom el még egyszer. A mai nap folyamán kormányunk a maga végtelen bölcsességében törvénybe iktatta a szesztilalom. Aki ezt nem érti, az nem jutott hülye. Az is marad. Helyesbitek. Józan hülye. Most akkor konkrétan hiába dolgoztunk. Csapoljanak. Vagy erre valamit ki kell találni. Jöjjön most még egy kört. Na, még egy kört kéri. Jó, igen, most még amíg lehet írni. Újra. Ez itt van. Ó, hál' Istennek. Lehet a harmadik. Minimum még egy kicsit kérek. És fizetni még mindig kifont. Majd kiderül. Egyetlen. Az egyetlen férfi fizet természetesen. Gyuri bár meghívott minket. Jó volt az este. Na jó. Mátyus is azért. Hadd tette magát. Halló. Cső Zsuzsi. Pince az merre talán? Milyen pince? Azt én tudom, mert pince az hol van. Kedvenc pince. Miért érdekel téged? Jó, bízunk benned, jó? Bízunk benned, de ne árulja minket. Ámuláljon tőle. A rendőrség most nem már sokat kotnyáskedik, úgyhogy. Ifjúságot kettő, ezt mennyi. Köszi. Sziasztok! Most van nekünk is mennünk ki. Na, induljunk. Szia! Sajnálom, hogy össze kellett hívni a gyűlés, de valamit ki kell találnunk így a szesztilalom miatt. Nekem már egy ötletem, gyermekeim. Isten ezt nem fogja egy hamar megbocsájtani, de térjünk át a fekete piacra. Jó ötlet, apám. Ez egy remek ötlet. Igen, ezt támogatom.
Rendben, majd megbeszéljük a későbbieket, hogy ezt miképp intézzük el, vagy oldjuk meg. Ez jó ötlet lesz. Köszönjük, Bence. Köszönjük. Sikerült megszervezni ezt a kis esztélyvet. Önök kellnek. Most olyan sok rossz hír volt, úgyhogy most nagyon jó, hogy egy kicsit tudunk bulizni. Hát, meleg ez a szesztilalom mostanában. Hát, szörnyűk. Mennyi ember maradt így munka nélkül? Hát, szerencsére nem. Ó, ennek örülök. Találtatok új melót? Ott maradt a régi. Elnézést. Aha. Nekem köszönhető, de lényegtelen. Kisegő Isten! Köszönöm szépen! Hagyom! Hú, amúgy tennap találtam egy nagyon jó ruhát. Elmennék volna megvásárolni? Persze! Hát is van időnk? Jó. Figyelj, te valamelyik nap mondtad, hogy találtál valami nagyon jó ékszert. Sikerült már benne? Ó, igen, szerencsém volt. És még olcsó is volt, szóval így a férjem se szólt meg, szóval. Azt viselem most is? Igen. Mi viselkedik? Oh, ti kis köszönöm, hogy hittetek, ha? Hát én meg dorongáson kombányozom, azt tudjátok-e, homba, ne? Hát ez ilyen jó testük a majányok, csak jöttek már dorongáson. Kiközöttek a köztük. Ne, jól van! Köszönjük! Ezek hogy kerültök ide? Beszélgettünk. Látszik. Hát igen. Ezek rajta voltak a vendéglistán? Nem tudom. Na most hova hoztam már? Érdekes. Azt hittem, hogy ez egy zárt körül rendezvény. Van valami probléma, mi a baj ezzel? Hallottam, mi történt. Annyira sajnálom. Fogadjátok őszinte részvétem. Köszönjük. Köszönjük a család nevében. Akkora tragédia, hogy ez megtörtént velünk. Olyan fiatal volt még. Az öregre. Sziasztok. Szia. Örökül látlak. Bomba. Egész jó volt egyébként. Várjál! Mit csinál? Te egyáltalán idevalósi vagy? Én nem idevalósi vagyok, csak feljárt. Hát én is így gondoltam, menjél innen. Kérlek ezt most ne, erről majd később beszélünk, te meg menjél így. De most mi a probléma? Hát az, hogy lejártod a családunkat, idegenek is vannak itt a barátaink. Hát igen. Majd azt legalább látható, hogy erről majd beszéljünk. Majd azt a sem majd megbeszéljük. Falul ilyen nálunk nincs. Hosszú veszekedés lesz. Az biztos. Na, most már elég. Zsombor, hogy halad a terv? Ha azt akarja, hogy előléptessem, akkor ezt az akciót mindenképpen sikerre kell vinnie. Próbálkozom nagyon eddig, sikeresen beépültem a családba, senki nem tudja, hogy ott vagyok. A Pince utca címe is megvan. Janka sem tudja? Senki, a családból senki. Nézd, egy nagyon sok panaszt hallok maga felől, ha ez nem sikerül, akkor kénytelen leszek kirúgni magát. Igen, tudom, és próbálkozom, mert nem fog csalódást okozni. Rendben, lelépve. Ami Valentine's család sem csinált mostanában semmi. De gondolom. Hova sem lehet kezdeni? Jó. Jó. Van valami? Szeretünk van egy dal. Ugye?
Figyelj, erre mindent rá lehet bízni, mindent elintéz. Igen. Nem úgy, mint a kellemem, az semmit nem csinál. Szerintem is Jankát kellene előléptetni, ő lesz. De édes, hogy még az ajtót is nyitod nekem. Kertek bármit. Mehetünk? Persze. Mi a cím? Nem mondhatom el, tényleg. Elmondhatom. Szeretem Butit. Nem lehet. Tényleg nem mondhatom el. Szeretem Butit. Tiszta szívem. Feleségem van. Zsuzsa. Ifjúság utca 2. Esküszöm. Ne. Jó. Úristenem, úgy elkéstem. Nem. Ez micsoda? Azt mondtad, pincéhez megyünk. De nekem szólt Janka, hogy ez egy pince elvileg. De hát ez egy sárga ház, hát nézd már rá. Basszus. Rossz helyre jöttünk szerintem. Eltévedtünk. Szerelmem. Tudom, hogy ez a viszony már nem olyan köztünk, mint régen, és ezt én most nem ezért mondom, de egy nagyon rossz dolgot kell veled közöljek. Zsuzsi nem azért volt veled, mert te vagy számára a tökéletes férfi, hanem mert ő egy áruló. Mi? Egy rendőr. Ő nem akart tőled semmit, csak azért volt veled, hogy megtalálja a pincéket. Ebbe én biztos vagyok, az egyik legjobb rendőr, tudod, az a kis szexi, követte, és láttam, hogy utána beszélgettek, és ez teljesen biztos. Ez borzasztó, és most nem is a viszonyatok miatt, de most gondolj már ebbe bele. Hát én ezt testem. Pont a Zsuzsi, miért nem te? Én? Örülj már, hogy legalább most itt vagyok, és tudatom veled ezt a hírt. Jó, mindegy, menjünk jobb környezetben, ahol csendesebben az egészet beszéljük meg. Hát, mint látjátok, ismét ilyen rángásokkal szembeszintem az alkoholnak az utóhatása. Mi az, hogy kiderült, hogy Zsuzsi ilyen áruló, hát már depressziós is, meg már szegény alkoholista is, nem tudok vele mit csinálni. Szerintetek mi lenne a helyes megoldás? Szerintem hagyjuk kibutt ebből az egészből. Hát, szerintem ez jó ötlet. Szerintem, hogy szegény gyermek letért a helyes útról, rajta már egy áldás sem segít. Rendben. Hát akkor én öntől szerintem elég fagyjuk. Szia, Hugi! Te meg mégis mit képzelsz magadról? Mert? Testvérek vagyunk és elárulsz. Ezt miért árultalak volna el? Ezt fel sem tudom fogni. Ezt magyarázd meg nekem, légy szépen. Teljesen alkalmatlanom, hogy az egész üzlet vezetésére folyton részeg vagy. Hát ez hihetetlen. Most is biztosan be vagy rúgva. Jó, egy kicsit ittam, de ez lényegtelen. Folyton csak iszol. Egyébként is, addig én nem nyugszom, míg a lábaim előtt nem heversz a cselét. Ezt remélem vittnek szántad. Hát nem. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. I list and list trips around the world. Don't mean a thing.
Mikor lesz a bandák találkozó? A megbeszélés az április 13-án lesz, viszont feladatok már április 12-én is lesznek. Megkérdezhetem, hogy miért állította a gyerekeit ilyen nehéz akadályok elé? Azért adtam nekik ilyen nehéz feladatot. Hát kíváncsi voltam, hogy melyikük az ügyesebb, az okosabb, a rátermettebb. Mert csak ő képviselhet engem a bandák gyűlésén. Úgy látszik, ezt a háborút a fia nyerte meg. Reméltem is.